Mindannyian tapasztaltuk már az elmúlt években, évtizedekben, hogy a vállalkozni akaró, dolgozni akaró magyarokat egyenesen ellehetetleníti a magyar adófizetők pénzéből fenntartott, hatóságok által megvalósított bürokrácia. Azonban úgy látjuk, hogy a multinacionális cégek felé, a külföldiek felé, mintha egyfajta kettős mércével mérnének, és feléjük nem annyira szigorúak. Ezért a Mi Hazánk mozgalom szeretne fellépni a magyar vállalkozásokat, a magyar dolgozókat megfojtó, túlzott és rosszindulatú bürokrácia ellen, amely a legváltozatosabb formát öltötte az elmúlt években, egy közös volt bennük mégis, hogy megpróbálta ellehetetleníteni, hátráltatni vagy megbüntetni a magyar vállalkozókat, magyar dolgozókat. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a mesterséges és rosszindulatú bürokrácia szándékos dolog, és ez politikai akarattal megszüntethető lenne. A Mi Hazánk mozgalom kormányra kerülve egész biztosan átszervezné ezt a bürokráciát, és ezt a fajta rosszindulatú bürokráciát meg is szüntetné. Azonban addig is létrehoztunk egy bürokráciaellenes hatóság nevű csoportot, ez a csoport fog foglalkozni ezekkel az ügyekkel, és a bürokrácia@mihazank.hu e-mail címre várjuk a bejelentéseket, a különféle eseteket, amelyekkel foglalkozni fogunk, hogyha kell, nyilvánosságra hozzuk, és dolgozunk azért a jövőben is, hogy ezt a fajta rosszindulatú bürokráciát, amely a magyar vállalkozásokat, a magyar dolgozókat megfojtja, végleg megszüntessük.